Ebben a videótípben bemutatom, hogy hogyan rögzítsünk képernyőképet a Camtasia Studio programmal, ami fizetős, de most letöltjük a próbaváltozatot, amivel ugyanúgy tudunk rögzíteni. Menjünk fel a www.techsmith.com-ra, majd a bejövő oldalon a Downloads-ra, azon belül a Free Trials-ra, majd itt tekerjünk le, és a Camtasia Studio-nál a Free Trial-t válasszuk, itt pedig a Download Free Trial-t, majd mindjárt be is jön a letöltés, ezért mentsük le, viszonylag hamar le fog töltődni, hogyha gyors internetünk van, de 3-10 perc alatt tetek között biztos le fog jönni. Miután letöltöttük, ugye telepítsük föl, majd indítsuk el a programot. Ha a program elindult, akkor egy indító képernyő fog minket fogadni, ez a Welcome Screen. Itt ki tudjuk választani, hogy mit csináljunk. Tudunk képernyőképet felvenni, ugye most ez a célunk, de akár PowerPointot is felvehetünk videóként, vagy importáltunk videót, és azt szerkesztetjük, ugyanis ez a stúdió képes szerkeszteni is, effektekkel ellátni a videót és egyéb dolgokkal. Most akkor próbáljuk ki a képernyő felvevő részét, kattintsunk rá, és bejön ez az ablak. A alapfunkciói effekteket állíthatunk be, vízjelet, egyéb feliratokat, hangot az egérkliknek és a gépeléshez, a kurzorunkat ki tudjuk emelni, tehát az egérkurzort, illetve a nézetet beállíthatjuk, ilyen toolbarokat bekapcsolhatunk, és akkor egyéb funkciókhoz jutunk hozzá. Beállíthatjuk a mikrofonunkat, most be van kapcsolva, itt látszik is a hangerő, de az Audio Options-nél mindent beállíthatunk. Illetve, hogyha már itt az Options vagyunk, akkor a Capture-nél beállíthatjuk, hogy miként ments el, itt be lehet állítani mindent egyesével, a videót is be lehet állítani, hogy hány képkocka per másodperc legyen. Ha webkameránk van, akkor azt is beállíthatjuk a kameránál. A hotkeys-nél gyors billentyűket állíthatunk be, például a leállításhoz, meg az egyéb dolgokhoz. Programnál pedig az átmeneti mappát állíthatjuk be, meg hogy felajánlja az ablakot a mentés után. Ezután akkor próbáljunk meg felvenni. A Select Audio to Record-dal választjuk ki, amit fel szeretnénk venni. Ilyenkor egy ilyen kis célkeresztbe jön. Akár ablakot is választhatunk, akkor bekeretezzük, de most nem választunk ablakot, hanem kijelölünk egy részt, mondjuk ezt itt. És akkor ezt látjuk, itt még tudunk rajta módosítani, hogyha mégse tetszik, vannak alapbeállított felbontások, vagy még kézzel átírhatjuk. De akkor most rögzítsük. Ekkor itt megjelennek a fő funkciók, itt is tudunk ugye leállítani, ilyenkor bejön az ablak, még beállíthatunk dolgokat, de tudjuk folytatni, és akkor így ugyanígy tudunk felvenni közben. Le is állíthatjuk, vagy hogyha az egész nem tetszett, már próbálkozni is akarunk, akkor egyszerűen letöröljük. Esetleg, hogyha túl hangosan beszélnénk, akkor lehalkíthatjuk. Szóval, ezeket lehet. Na hát akkor most ezt szerkesszük meg egy kicsit. Menjünk a stopra. Ezután visszanézhetjük, amit csináltunk, beletekerhetünk. Hogyha mégse tetszik, akkor ugye megint csak törölhetjük, illetve elmenthetjük. Ekkor rákérdez, hogy hova mentjük. Elmentjük, gyorsan átalakítja, majd bejön. Itt tudjuk szerkeszteni, el tudjuk menteni megosztható formába, például VNV-be, AVI-ba, hogyha nem akarunk szerkeszteni, vagy egy újabb felvételt is készíthetünk. Most akkor szerkesztjük a felvételünket. Ekkor bejön a Camtasia-nak a ablaka. És megkérdező, mit szeretnénk vele csinálni, mire akarjuk majd használni. Vannak ilyen előre beállított sémák, de ha egyedi a felbontás, akkor sajátot kell választanunk, tehát custom. De ha mondjuk bekapcsoljuk a web, akkor 640x480-as lesz, ilyenkor fekete lesz ott a háttér, ahol nincs kép, és akkor berakjuk közé, amit pifelvettünk. Most akkor legyen így, kattintsunk az okra. Van ennek a programnak egy zoomolós funkciója, ami nagyon hasznos. Ez a zoom and pan. Kattintsunk itt rá az editnél, és be is jön a lényeg. Ahogy tekerünk a videóban, egyes részeket például fel szeretnénk nagyítani.
Akkor annyi a dolgunk, hogy itt rákattintunk a pluszra, ezzel hozzáadunk egy frame-et. Majd egyszerűen beállítjuk ezzel, hogy mennyit akarunk nagyítani. Ezzel meg áthelyezhetjük, hogy hova nagyítunk. Beállíthatjuk, hogy mennyi idő alatt nagyítson rá, például lassabban vagy gyorsabban. Hogyha később még egyet beletekerünk, akkor hozzáadhatunk. Akkor visszaállíthatjuk például a méretet kicsit. Hogy a teljes képernyőt lássuk, vagy egy kicsivel kevésbé zoomoljon rá. Illetve még később többet is ugye hozzáadhatunk. Így aztán, hogyha lejátszuk, akkor ugye zoomolni fog. Ha beletekerünk, akkor is látszik. Tudunk átmeneteket csinálni. Most itt ez csak egy videóból áll, de mondjuk vágjuk ketté. Akárhol megyünk itt, ahol a vonal van, ott bal klik, split. Hát ilyenkor ketté vágja. Most nem a vonalnál, hanem ahol ez a zöld csík van. Tehát most itt splittelünk, akkor itt ketté vágja, két különböző videó. Tehát itt tudunk átmenetet csinálni közte. Transition Snare, próbáljuk akkor ki. Vannak ugye különböző effektek, meg is lehet nézni őket. Mindenféle különböző effekt. Például rakjunk be egy ilyet, másikhoz meg egy ilyen fényes effektet. És akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen. Még tudunk feliratokat rakni a Callout-szal. Menjünk az át Callout-ra. És írjuk be a szöveget. És hogy először választjuk ki, hogy mit szeretnénk csinálni. Írjuk be a szöveget. Beállíthatjuk a betűt, a méretét, a színét. És akkor most ez ilyen szövegbuborék. De beállíthatunk neki például ilyen highlightot, olyan sárgáson, átlátszóan rakja. Lehet ilyen elmosást, akkor elmos egy felületet. Beállíthatjuk, hogy előtűnjön ilyen halványítva, aztán meg úgy tűnjön el halványítva. Ezek ilyen effektek. Miután ezeket beállítottuk, már csak annyi van hátra, hogy elmentsük a videónkat. Itt a Produces Video S. Kiválasztjuk, hogy mit szeretném, mondjuk Custom Production, ilyen ez az ablak, csak nem fér ki. Majd menjünk itt lent a továbbra, ami megint csak nem látszik. Választjuk ki az általunk kiválasztott file formátunk, most mondjuk VMV. Itt kiválasztjuk a kódeket, az alap beállított végül is jó lesz neki. Itt a felbontásán állíthatunk meg, hogyha mondjuk nem megfelelő, akkor ugye itt a háttér színét, ami a háttérbe lesz. Itt beállíthatjuk, hogy ki készítette a szerkesztőről információkat. Ezután tovább. Itt még lehetne ilyen megjelölő dolgokat belerakni. És akkor itt beírjuk a nevét. Például VideoSmart. Majd rámegyek a befejezésre. És ilyenkor elkészíti, rendereli a projektünket. Tulajdonképpen ennyi lenne, miután végzett, megnyitja a Media Playerbe, hogy az alap videó nézőprogramba is vissza tudjuk nézni. Köszönöm a figyelmet!